Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2019. március 14-én csütörtökön. A pontos idő 19 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Kábel TV hálózat kiépítése az Oncsán. Megújul az ipari park Törökszentmiklóson. Herceg Zsolt polgármester úr adott tájékoztatást az Oncsán régóta problémát képező kábel TV hálózat hiányának megoldását képező program részleteiről. Az oncsai lakosok, és most kicsit a magam nevében is beszélek, már régóta hiányolják a kábel TV hálózat kiépítését. Ezzel kapcsolatban esetleg van-e valami biztató hír? Hát nagyon régi téma ez, mikor 2010-ben polgármester lettem, akkor ez volt az egyik fontos feladatom, hogy azért lobbizzak, harcoljak, hogy ott is megépüljön, hiszen a korábban 2010 előtt volt egy GVOP és rendszerű pályázati lehetősége a Brettyókörös Többcélú Társulásnak, ezt megpályáztál és nyerte, és a település nagy részén meg is épült ez a rendszer, így az EON oszlopokon fut, viszont az Oncsa kimaradt, és még egy városrész ott a Csabai Wagner utca környékén néhány ingatlan nem tudja elérni ezt a szolgáltatást. Most egy olyan jó hírem van, hogy a digitális jólét program keretein belül az egész városban egy optikai rendszer fog kiépülni, és a kivitelező, ugye ezt az Opticon Kft. Nyerte el, a kivitelező ígérete alapján, többször megígérték egyébként már 2010 óta az üzemeltető, hogy meg fogjuk építeni az Oncsán és a hiányzó részeken, hát ezt az ígéretüket sajnos nem tartották be, de mindig próbáltuk őket presszurálni, hogy ez történjen meg. Nos, végre valahára most azzal az örömhűre szolgálhatok, hogy ott fognak kezdeni. Tehát amint az időjárás úgy alakul, hiszen plusz 5 fok alatt nem lehet ilyen üvegszálas optikai kábelekkel dolgozni. Tehát ha az időjárás melegszik, tavaszodik, akkor a kivitelezés ott fog az Oncsán elkezdődni. Ebből pedig az fog következni, hogy az ott élők is el fogják érni a vidékháló szolgáltatásait, ahol a helyi televíziók például sugározzák az adásaikat. Tehát ezen a téren is előre tudunk lépni. Ezt követően fog a Kertvárosban megépülni a kapott tájékoztatás alapján, aztán az alsó rész, Újváros, és akkor így haladnak majd befelé a városközpont felé, tehát az egész településen ki fog épülni. És van még egy jó hír, hogy két másik szolgáltató is érdeklődik a településünkön ugyanilyen rendszer kiépítésére, tehát ez is arról szólna, hogy az EON oszlopokon vinnék el a vezetékeket. Ebből pedig az következik, hogy ha ők is megépítik a rendszereiket, akkor az ingatlan tulajdonosok, a vevők tulajdonképpen tudnak válogatni. Tehát tulajdonképpen a szolgáltatók között kialakul majd egy verseny, tehát ez mindenképpen az itt élőknek az érdekeit fogja szolgálni. Ez az elsőként említett digitális jólét program információm alapján az idejében meg kell, hogy valósuljon. Nem tartom kizártnak egyébként, hogy át fog húzódni ez is 2020-ra, de a vonatkozó szerződés alapján, amit a kivitelező megkötött az állammal, vagy az állami szervvel, az arról szól, hogy az idén ezt meg kell, hogy építse. Úgyhogy jó hír végre az oncsaiaknak és azoknak, akik eddig nem tudták igénybe venni, hogy most már erre is lehetőség nyílik, és természetesen nem csak a kábeltelevízió tekintetében, hanem egy viszonylag nagy sávszélességű, hatékony internet szolgáltatást is igénybe tudnak venni, illetve akár telefon szolgáltatás is tud majd az üvegszálas optikán keresztül megvalósulni. A terület és település fejlesztési operatív program keretein belül több mint 600 millió forintból újul meg Törökszentmiklóson az úgynevezett Vegtech ipari park, amely új munka lehetőségül fog szolgálni akár a környező települések lakosai számának is. Terület és településfejlesztési operatív program ipari területek, illetve ipari parkok fejlesztése felhívására önkormányzatunk 2017-ben
támogatást, illetve 16-ban támogatási kérelmet nyújtottunk be, 17-ben pedig ez a kérelem ez pozitív elbírálásban részesült, és a pályázatnak köszönhetően 678,6 millió visszanemtérítendő forrást tudunk ennek a területnek a fejlesztésére ráfordítani. Annyit el kell mondani még a pénzügyi kondíciókról, hogy a pályázat benyújtásakor az önkormányzat 120 millió forint önerőt is vállalt ennek a projektnek a megvalósítására, illetve most még a jelen ismereteink alapján még további forrásokat kell majd hozzá tennünk, hogy meg tudjuk valósítani az eredeti elképzeléseket. Maga a projekt négy fő részből áll, mint mondtam, az egyik a kármentesítés. A kármentesítés külön közbeszerzési eljárásban, kármentesítése a kivitelező céget külön közbeszerzési eljárásban választottuk ki. A nyertes ajánlattevővel, a Békés Drén Kft-vel február hónap végén kötöttünk kivitelezési szerződést, és a munkaterület átadása elmúlt hét pénteken történt meg. Másik három fő pillére ennek a projektnek, ahol most vagyunk, ennek a területnek az infrastruktúrális fejlesztése, térburkolatok felújítása, átépítése fog történni, a térvilágítás fog megújulni, illetve a telepen belüli vízszolgáltatói közművek fognak felújításra kerülni. A terület védelmi rendszere egy bekamerázása fog szintén megtörténni, illetve egy új beléptető rendszer fog kialakulni, hiszen ahogy a bevezetőben is elmondtam, a logisztikai tevékenységből kifolyólag, illetve a jelen területen jelenlévő gyártói kapacitásból eredően több vállalkozás vesz igénybe jelen pillanatában is ezt a telephelyet. Emellett a mellettünk lévő, itt látható irodaépület, illetve portaépület kerül felújításra, illetve a jobbra található nagycsarnok mögött van egy régi laborépület, amiből szintén felújítva egy új szociális öltöző épületet, vizesblokk épületet fogunk kialakítani, ami azt gondolom, hogy a területet bérlő vállalkozások számára egy nagyon-nagyon nagy pozitív előrelépés lesz. A infrastruktúrális, illetve kivitelezési vagy fejlesztési projekt résznek a harmadik eleme pedig a szintén jobbra látható nagycsarnok mögötti területen a ott lévő régi betontároló épületek helyén egy 1580 négyzetméteres új acélszerkezetű raktárcsarnok fog megépülni. A raktárcsarnokhoz szintén új térburkolat fog készülni, illetve a tető felületén megújuló energiaforrás felhasználásaként villamos kiserőmű fog létesülni, ami a üzemcsarnok elektromos ellátását fogja reményeink szerint teljes egészében biztosítani. Ahhoz, hogy ezt a fejlesztést itt Törökszent Miklóson az önkormányzat meg tudja valósítani, ahhoz nagy mértékben, illetve nem nagy mértékben, hanem hozzájárul az a Európai Uniós forrás, amit a magyar kormány biztosít a települési önkormányzatok számára Magyarországon a 2013-2020-as fejlesztési ciklusban. Én ezúttal is szeretném immár sokadik alkalommal megköszönni, hiszen nem az első projektindító rendezvényünkön veszünk részt. Szeretném megköszönni Magyarország kormányának azt a támogatást, amivel Törökszent Miklós Városi Önkormányzatot részesíti. Szeretném megköszönni Jász-Nagykun-Szolnok megye önkormányzatának, szintén, hiszen a pályázati felhívások előkészítésében a megyei önkormányzat jelentősen részt vett, ő koordinálta a települési önkormányzatok célkitűzéseit, fejlesztési megvalósulásait. Ezúton alelnök kisasszonynak is szeretném tolmácsolni a köszönetemet a megyei önkormányzat részére, illetve képviselő úrnak szintén köszönöm azt, hogy
az itt megvalósuló fejlesztés előkészítésében részt vett, illetve a támogatási kérelmünket pozitívan támogatta. Tehát törökszemmiklósiak, kedves meghívott érintett vendégek. Mindig öröm számomra, ha szülővárosomba Törökszentmiklósra szólít a kötelességem, hiszen mint most is a jövőre gondolunk, a jövőt építjük. Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok megye harmadik legnépesebb települése, így mind a megye, mind a magyar kormány számára is jelentőséggel bír. Szeretett városunkban az elmúlt években fontos fejlesztések valósultak meg, többek között megújult a bölcsöde, felépült a Horváth András tanuszoda, megvalósult a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése, zajlik a szennyvíz elvezetési és kezelési fejlesztés is. A piac korszerűsítése és még számos projekt, ami azt segíti elő, hogy Törökszentmiklóst ne csak egy városnak, hanem valódi otthonuknak is érezzék az itt élők. Az otthonom nem egy hely, hanem az, hogy olyanok között élünk, akik szeretnek minket. Mi érezzük ezt a szeretetet, hiszen sok olyan javaslat, biztató szó érkezik hozzánk, amely azt jelzi felénk, hogy a törökszemiglósi lakosoknak szükségük van egy élhető, munkahelyekben gazdag, a családokat támogató, biztonságos életérzést biztosító városvezetésre, ahol a fejlődés és a lakos az első. A mai induló beruházás is az élhető városok kialakításában, a fejlődés elősegítésében fontos. A terület és településfejlesztési operatív program támogatásával csaknem több mint 600 millió forintból az úgynevezett vegytek újulhat meg, ami fontos lépés a munkahelyteremtés szempontjából. A magyar kormány és a megye törekvése is az, hogy a vidéki városokban is jól fizető munkahelyek jöjjenek létre, fejlődjön a gazdaság, fiataljaink itt találják meg a jövőjüket. Jövőkép nélkül nincs fiatal, viszont fiatalok nélkül nincs jövő. A célunk tehát csak az lehet, hogy megteremtsük a feltételét annak, hogy városunk, Törökszentmiklós a családok számára is az egyik legvonzóbb legyen. Ezt a munkát kell folytatnunk együtt, közösen. Több száz millió forintból újulhat meg Törökszentmiklóson az ipari park egy része. Képviselő úr, mit tudná elmondani erről a beruházásról, a beruházásnak a jelentőségéről? Ez is egy nagyon fontos beruházás, amihez a kormány komoly pénzt biztosított azért, hogy Törökszentmiklóson ez a régi elhagyott, legalábbis lerobbant ipari terület, mert azért vannak itt ugye munkálatok, meg tározás, de ez a lepukkadt ipari területet helyreállítsák, és új munkahelyeket tudjanak itt teremteni. Nagyon fontos számunkra, hogy minél több új, jól fizetett munkahelyet lehessen létrehozni itt a térségben is, és készülni kell, hiszen 2022 év elejére, 21 év végére el fog készülni az M4-es gyorsforgalmi út, és bizony az új befektetőket, új munkahely lehetőséget fog hozni, és ahol fölkészülnek ezeknek a fogadására, ott fognak ezek megtelepedni. Ilyen szempontból ez egy nagyon fontos beruházás, erre ezért is támogatta nagyon a kormány, és ezért támogattam én is. Azt gondolom, hogy szülővárosomnak szüksége van a fejlődésre, szülővárosomnak szüksége van arra, hogy minél több beruházás érkezik, és minél több munkahelyet teremtsünk. Természetesen nem csak Törökszentmiklóson, hanem Mezőtúron, Kunszentmártonban és az összes településen, ahol csak lehetőség van erre. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd jövő héten is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!